majd az emberre. Igen, igen, igen. És amin részt vett a turkerei Korda kórus, a tagja a Zsoltinak az édesanyja is. Két dalban fognak ma velünk énekelni. Az egyik az a magyar ének 1919, amit Sajó Sándor írt, aki bizony sajnos nem élhette meg, hát felvidéki ifjúsági költő volt. És pár hónappal, mielőtt visszasatolták volna, hogy az első pécsi döntés értelmében a felvidéket, sajnos elhagyta az árnyék világot, de rengeteget tett és rengeteget írt a magyarság érdekében. Hát most ez egy 90 napos költemény, aki ismeri, vagy ezre, aki ismeri, úgyis tudja, aki nem ismeri, az mindenféleképpen olvas el. Ebből a 90 napból 4-et zenésítettünk meg. Yeah.